cégvezetőknek, cégeknek és a náluk dolgozó tataiaknak köszöntem meg Miklós József városon polgármestere a gazdasági életben nyújtott előzévi eredményes munkát. A sikeres vállalkozások meghatározó szereplői városunk fejlődésének. Minden esztendőben az önkormányzatunk vendégül látja a legtöbb adót befizető vállalkozókat. Kb. 3000 vállalkozás van Tatára bejegyezve. Ennek kb. A fele az, aki alkalmazottat is foglalkoztat, tehát egy nagyon komoly, nagy létszám. Hát a 100 körülieket szoktuk meghívni a legtöbb támogatást ilyen formában, adóformájában befizetőket. Én mindenkinek szeretném megköszönni nagyon Tataváros nevében a tavalyi esztendőre szóló adóbefizetéseiket. Ez azt jelentette, hogy Tataváros működése, fejlesztése zavartalan lehetett a tavalyi esztendőben is, mint ahogy már a korábbi években is az volt, és ehhez nagyon nagy mértékben járultak hozzá a tatai cégek, vállalkozások, vállalatok. Köszönet a cégvezetőknek, a munkatársaknak és minden dolgozónak, akinek ezt a produktumot köszönhetjük. Kapcsolati tőke nélkül igen nehezen elképzelhető eredményes munka. Ez a találkozó is jó alkalom volt arra, hogy a vezetők megismerkedjenek, ki a saját területén vállalkozásáról elmondhatja tapasztalatait. Egy mai vállalkozásnak talán a legfontosabb jellemzőjének azt kellene lennie, és azt kell mondjam, hogy ide még nem jutottunk el, hogy a gazdasági menedzsment az mindenre nyitott és mindenre körültekintően tekint, és figyelembe veszi azokat a lehetőségeket, amik mentén még hatékonyabban és még jobban tud gazdálkodni. Lehetőség szerint minél több mikro, kis és közép vállalkozás működjön a térségben, tiszteletben tartva a nagyokat is, hiszen azért is dolgozunk és küzdünk, hogy minél több nagyobb is, nagyobb foglalkoztató is benn legyen, amely a nemzetközi gazdasági környezetbe beleilleszkedve végzi a tevékenységét. De legalább ennyire fontos az, hogy a meglévő helyi természeti erőforrásokat, adottságokat is figyelembe vevő mikro és kis vállalkozások sokassága jelenjen meg a térségben foglalkoztatóként. Városunkban széles körű lehetőségek kínálják magukat, amit érdemes kihasználni annak érdekében, hogy az elkövetkezendő időszak a fejlődésről, a gazdasági élet fellendüléséről szóljon.